Szegedi Munkahelyi Bíróságnál az első fokon megnyertük a pert. Ennek következményeként a munkáltató felé szólítva van, hogy kifizessen nekem erre a pótlékot. Szeretnénk azt elérni, hogy továbbiakban a jogszerű foglalkoztatás megvalósuljon, tehát azokban a munkanapokon, amikor vasárnapra rendes munkaidő van az enyával dolgozóknak, az előtte levő szombatra semmiféleképp ne kerüljenek vezényésre, vagy ha igen, akkor pedig a megfelelő pótlékot a dolgoknak legyenek elszámolva. A Szegedi Munkahelyi Bíróság hosszas tárgyalásokat követően végül is helyt adott a követelésünknek, és jogellenesnek minősítve a munkáltató azon magatartását, miszerint is a készítő munkakörbe foglalkoztatott munkavállalókat a vasárnap rendes munkaidőre osztja be, szombaton szintén beosztja rendes munkaidőre. Ezt nem tartotta helyes joggyakorlatnak, és épp ezért a szombati munkavégzések vonatkozásában minden esetben a rendkívüli munkavégzést állapította meg, és az ennek megfelelően járó díjazás kifizetésére kötelezte Alpedest, tehát a Mástart ZRT-t. Az ítélet első fokú, véletően az Alpedest fellebbezni fog, de ettől függetlenül azt vélem, hogy elmereng azon a magatartásán, ami idáig vezetett, és a jövőben tartózkodni fog attól, hogy az ismétlődjék, tehát a készítő munkakörben foglalkoztatott tagjaink, kollégáink esetében a vasárnapi rendes munkaidőt nem fogja megelőzni, szombaton is rendes munkaidőre történő beosztás. Ha beosztja őt munkavégzésre, akkor az csak rendkívüli munkaidőben teheti meg. Egyébként az meg a szokásos joggyakorlattal, beosztási gyakorlattal ellentétes, hiszen a munkavállalókat már a startnál is csak rendes munkaidőre szokták előre beosztani, vezényelni. A munkavállaló egyébként joggal tagadhatja meg a szombati napra történő rendes munkaidőre való bevezénylést a készítőleg munkakörbe, az ítélet, az első ítélet ismeretében is. Hivatkozik arra, hogy a munkatörvénykönyve számára azt írja elő, hogy az esetben csak rendkívüli munkavégzésre lehetne őt behívni. És ha ez nem így történik, akkor a utasítás megtagadása a MT-52, a 54-es paragrafus 2. szakasz alapján teljesen helyén való. A jogerőssé válik az ítélet, és akár első, akár másodfokon, akkor értelemszerűen következik az, hogy a MÁV csoport valamennyi tagjára nézve célszerű ezt alkalmazni, tehát nem csak a MÁV startra vonatkozóan, az összes olyan alkalmazott tekintetében, akik készítőlegű munkakörbe foglalkoztatva vannak, ítéletet szem előtt tartva kell a jövőben a munkaidő beosztást elkészíteni, illetőleg visszamenőlegesen azon időkre, amikor egyébként rendkívüli munkavégzést kellett volna elszámolni a szombati napokra, akkor, hogyha azt követő vasárnap rendes munkaidőben dolgozott, akkor számukra célszerű kifizetni, még mielőtt egyenként vagy per közösséget vagy pertársaságot alapítva ezt tömegesen követelnék a érintett munkaadóktól.